Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig az Orb of Creation. Lássuk. Tudunk, kapunk manát sokat, ez pedig manát ad. Hát eddig tiszta sor. Uhú, kaptunk valamit. Kell hozzá 100 mana. Oké, 100 manából tudunk további bevételt kapni. És aztán az ennyi. Már leszámítva, hogyha ezt nem használjuk. Oké, kaptunk valamit. Ezt továbbra is tudom használni. Azzal kapunk tapasztalatot, az hasznos talán. Ez mibe kerül, fogalmam sincs, megvan. Tudunk mást venni. Ó, oh, itt van egy vizárdzsi. És mi történt? Aha. Tudunk venni több manát. És az nagyjából jó is. Csak ha tudunk tovább fejlődni, helyes. Ezt jó lenne valahol automatizálni. Igazából. Jó, és akkor meg tudjuk majd tanulni ezt 250 ér. Annyink nincs, úgyhogy először 200 ér egy kis gyorsítás. További mana hely. És ne felejtsük el aktiválni ezt. De tényleg kellene az, hogy magától varázsoljon. Ha van ilyen, csak nem jutom, nem látom, akkor szóljatok. De valószínűleg még nem értük el. Oké, kaptunk új varázslatot. 250 ér. Megerősíti a Divination cuccokat. Egyrészt szintet lépett ez a bogyó, legyen az bármi is. Aztán most többet kapunk ebből. Valahol hasznos. Ó, itt az automata varázslás, úgy érzem. Oké. És hogyan teszem? Ah, legalább ki van rakva, az mondjuk fél siker. Nem ez ugyanaz. Automata varázslást azt még nem látom, pedig előbb-utóbb kell. Előbb-utóbb nem tudom megspórolni. Tudunk venni nagyobb mana bevételt. 400 ér. Meg megtanulhatunk majd még egy valamit, de az most egyenlőre még rávér. 300 ér majd lesz az új varázslat. De addig kell fejlesztést tanulni. Ah, és most ez CD-n van, úgyhogy nem túl hatékony. Igazából most nem kéne erre költenünk, amíg ez a CD-n van. Úgy jobban belegondolva, addig kéne kifejleszteni a varázslatot mi. 2x300 ér. Ez mit csinál? Másik ilyen erősítő.
Aha. És akkor oda leraktuk. Jó. 250, 120, meg 100. És majd 1000 manából, hát az még elég messze van. Még most kaptunk újabb varázslatokat 800-ért. 12 bogyóból majd valamit. Oké. Ha, és akkor itt tudunk venni dolgokat. Remek, ha lenne rá 500-ért további mana. Ez a mana bevételt adja, ugye? Igen. Kapacitás majd egy költséggel. Igazából az nem fog ártani. Ez mit ad? Plusz 4% erő a Divine Powerhez. Ezek a varázslatok. Vagy hát az egyik fajta varázslataim. Jó. Tudunk új varázslatot venni? Nem. Akkor egyelőre várjuk. Ez mit csinál egyébként? Kicsit növeli a hatásfokot. Jó. Ezt még megvesszük, mert igazából ez a legértékesebb, a több mana. Azon nem kell cifrázni. Aztán utána jönnek a továbbiak. Másik fajta varázslat, ha jól értem. Hát gyűjtögetünk egyenlőre. Bevételt, most már többet oda nem tudunk költeni. Ez mindjárt lejön a CD-ről. Addig úgyis feltöltődik a mana. És akkor ellőhetjük ezeket. Ó, ez növeli a mana százalékot, mana bevételt százalékosan, az egy jól hangzó cucc. Négy százalék az most nem sok, de egyrészt ugye megvan, majd innentől kezdve több jön. Meg valahol el kell kezdeni. Két bogyó, helyes. Miért mentünk fölé? Egyébként, csak úgy... Ja, nem ment fölé, csak... Amikor közel fölötte van, akkor jelzi, hogy helyzet van. Ezt nem tudom, hogy megérte, de megvettük. Még el tudjuk sütni előtte. És akkor igazából innentől... Most ez CD-n van, az annyira nem hatékony, de... Ez van. Vegyünk max manát, elég lesz oda, jó. Vegyünk több töltést. Ide nincs mit várni. Fordítva kellett volna. Mert ez alig néhány másodpercig működik. Akkor ezt szúrom el rendszeresen, hogy fordítva kéne őket csinálni, na mindegy. 80%, 36% és csökkenti a CD-jét. Akkor igazából igen, ez így kéne működtetni. Innen is tudunk varázsolni egyébként technikailag. Jó. Nem tudunk. Hát mindegy. De azt hiszem így a legegyszerűbb, és akkor ez működik valahogy. Oké, ez a spellbook, ez... Ez nem sokat adott, nem tudom, hogy mit és hol javított, de...
de egyelőre nem láttam a hasznát, hogy őszinte legyek. A mana maximum egyenre nem kell, a bevételt növeljük. Aztán majd előbb-utóbb felteszem, kapunk valamit. Jó eséllyel egyébként ezzel a kettővel. Valamit. Kutyant. Még nem tudom mi. Spellbook. Lehet növelni ezeknek a varázslatoknak a szintjét? Egyébként lehet. Aha, hogy ezeknek is van XP-je. És ez elérte. Rendben. Hát ez elég durva, hogy mindent lehet külön-külön növelni. Mit ad egyébként? Picit erősebb lesz. Hát 5% bónusz. Ha jól értem. Nem azt mondom, hogy ettől esünk hanyat, de valami. Úgyhogy vegyük meg. 1,99. Az azért nem olyan rossz. És majd egyszer ezek is fejlődnek. Oké, alakul, hogy mit lehet és mit nem lehet itt bűvészkedni. Tíz pont. Legyen meg ez, és akkor ezt a varázslatot megtanulhatjuk, mert meg lesz az 1000 mana. Simán és tisztán. Ami úgy vélem mindig hasznos. Mit ad? Új varázslat alapanyagot. Gyere, nem kellett volna. Valószínűleg ez a Novice spell kéne a kezdővágja. 12 bogyóért, úgyhogy azt most húzzuk be. Addig megvárjuk. Ja, hogy ez a szintlépésre viszont drágább lett. Aha. Oké. És tudunk kezdeni új varázslatokat. Kapunk taumaturgiát, legyen az bármi is. Kapunk Sparkot, meg kapunk Space-t, űrt. Tehát teljesen jogos. Viszont akkor a loadoutot újra kell írni. Ebből kapunk bogyót, és akkor most már van olyan bogyónk is. Jipi! És akkor tanuljunk meg még valamelyiket. Mondjuk. És ez a glyph ad egy másik valkármit. Ebből be is rakta. És elvileg majd nyilván majd kellene még egy. Spark Wizardry. Ahogy az magától lejár. Az nem jó hír. Ahogy amíg fejlődik, addig kapjuk, utána meg mínuszos. Jó. Plusz egy varázslat. 8 taumaturgiáért. Az nagyon jól fog jönni. Ezek nem fogynak, úgyhogy ezeket csak tudjuk így gyakorolgatni. Ez meg olyan, aminek nincs meg valamije. Oké, ez meddig húzza föl? Abszolút nem eléggé. És utána lejár. Hát 40-re nagyon-nagyon messze vagyunk. Ugye itt vannak különféle hatások.
kaptunk különféle dolgokat. Ó, és most már kapunk knowledge-t alapból. Az jól fog jönni. Több mana. Szintén nem fog ártani. Több mana alap. És... ezzel több sparkot kapunk. Hát akkor azt húzzuk ki. Ráadásul ad mana alapot is, ami szintén jó. Oké. Hát egyenlőre ezeken nem sokat tudunk. A varázslatok majd nyilván időnként fejlődnek. Ami jó lesz. Remélem azt majd jelzi valahol, hogy fejlődtek. Nem érjük el a következő szintet sajnos. Ahhoz, hogy ezt az agilitást megvegyük, ahhoz a taumaturgiából sokkal több kéne. Ami most meg lesz. Jipi! 2%. Hát nem egy hatalmas tétel, de egyelőre ez fér bele. Jó. Az nagyon hasznos, hogy alapbevételünk van, mert akkor igazából lassan abba lehet hagyni annak a gyűjtését. Ha lesz elég, 2,5-hez nagyon nincs elég. Meg tudjuk ezt tanulni? Nem, mert valami kéne hozzá. A fizikalizáció, amihez kéne aptitude és gutter knowledge. Gutter knowledge az még... azt sem tudom merre van. Hogy... ahogy ez a varázslat maga. Jó! Az még akkor jó messze van. Agilitás most tudunk venni egyet, 5-ig fölmegy. Sokkal többet nem. Tudunk venni aptitúdot, az kell ide. 8. szint kell belőle, hát az majd egyszer. Az erősen a majd egyszer. Mi az, amit relatív belátható időn belül el tudunk érni? A rövid válasz, hogy nem sok minden. 6-25-ig azt hiszem a Sparkból nem jutunk el. Nem. 5-11, amíg eljutunk. És utána kifogy. Majd nyilván, amikor szintet lép, akkor erősebb lesz, vagy akármi, de az még jóval odébb lesz. Az egyik, az viszonylag közel van, a Whirling is, de mondjuk az se érdekes. Hát ez meg nagyon-nagyon messze van a következő szinttől. Ez meg szintlán fejlődget, de az se egy gyors menet. Ahogy villentyűzette is lehet. Azt mondjuk hasznos. Hasznosnak veszem. Alapmanát vegyünk, és akkor tudunk venni alapbevételt majd. Ezzel lehet majd egyszer venni további mana bevételt. A Spark az, amivel sehol se jutok. Plusz egy varázslat slot, az nem fog ártani. 8 taumaturgiáért. Egyelőre vegyünk több mana helyet. Az egy időre utána lefoglal minket, de... az mindig hasznos. Azon nincs problémám. Hát ezt előjük csak azért, hogy fejlődjön. Ezt a Spark gyűjtögetőt. Aptitude kell úgy is. És erősíti a divining varázslatokat. Ami például saját maga. Intellect. A szellemi bevételt, ami például a... nem is tudom melyik. Egyik se. Oké.
És ahhoz, hogy ezt megtanuljuk, ahhoz meg ez kellene, ami még nagyon messze van, jó. Továbbra is azt várjuk, hogy azt valahogy elérjük. Egyszer. Resilience, több mana. Igazából egy hosszú távú projekt, hogy előbb-utóbb meg lesz. No, tudok azzal a Sparkkal bármit segíteni? Ez milyennek számít? Villámgyűjtőnek. A Divining-ot tudnánk erősíteni, de igazából az a legkevésbé, ami kell. Minden más közelebb van ahhoz, amit hasznos lenne. Na most egy picit várakozósunk vagyunk. Varázslat XP és Mastery, az mondjuk hasznos lesz. Az igencsak hasznos lesz. Mana maximum. Igazából rövid távon nem. Aptitude az kell. Ja, és akkor azt hiszem a varázslatnál most fejlődhet. Igen. Mi kell hozzá? Taumaturgia. Ah, és egy csomót megnyit egyúttal, ha jól látom. Ja, nem, hogy ezek, amik hozzájárulnak. Mi kell belőle? 5. Hát az még egy picit odév van, ez is fejlődött. Hát ha lenne 10 párkom, akkor nem kellene. Kedves játék. Ha lenne 10 párkom. Akkor nem lenne szükségem arra, hogy vegyem belőle. Úgyhogy akkor úgy látom, nem tudom, hogy mi is lenne itt a megoldás erre az ügyre. Lehet, hogy semmi. Lehet, hogy ilyen értelemben az egyelőre halott. Amíg a többivel valahova nem jutunk. Plusz egy slot. Elég drága. Ennek mi kell? Intellect 5. Spell Augment Slot. Az valami más. Gyűjtsünk több XP-t, az úgy érzem hasznos. Már nyilván egyelőre most arra költjük, amire éppen közvetlenül el tudjuk. Ez továbbra se játszik, mert ehhez kéne ő. Hogy áll az a varázslat? Nem itt. Halad. Ez is fejlődget, nem azt mondom, hogy gyorsan, de fejlődget. Ja, hát akkor egyenre továbbra is várjuk. Mit szeretnénk megvenni? Igazából ez a plusz egy varázslat, az jól hangzik. Hogy őszinte legyek. Mert akkor tudunk még egy varázslatot fejleszteni, és a tudásbegyűjtést azt jelentősen meg lehetne növelni. Mi kell hozzá? Hát rengeteg minden. Igazából a taumaturgiából kéne megvárni belőle egy csomót. Ez viszont intellekt kell. Ami úgy minden szempontból hasznos. Azt hiszem ez volt a varázslatjelzőnk. Vagy maga a varázslás szint. Az is hasznos. Picit több, ma már 6.95-ig fölmegy.
És talán nem teljesen fog egyébként elfogyni. Úgy bizony. Úgyhogy kicsit lehet növelni, a másikat kellett volna egyébként, ezt a Spark Infusion-t. És elvileg akkor föl lehet küszködnünk magunkat a 10-ig is akár, ha nagyon, nagyon ügyesek vagyunk. Ha elég rendszeresen tudjuk startolni. Jó, ez egy picit növeli majd a manánkat, meg a Spark bevételünket. Meddig viszel minket? Nem sokáig. Innen azért kemény feladat lesz a többit addig növelni, hogy a második szintű varázslatot megvegyük belőle. Ugye 10 Sparknál. Ha egyáltalán lehetséges. Mondjuk 2-ről indult újra. Úgyhogy mindjárt meg lesz itt a következő. Talán. Nem biztos, de talán. Most 3 körülről meg tudtuk venni, annyival hozzá tudtunk járulni. Alakul, alakul. Csak ezek szerint akkor elég sietősen kell varázsolgatni majd. Meg nyilván, ha alacsonyabb CD lenne, az szintén hasznos. Mert akkor gyakrabban lehet ugye lőni. Hát ez nagyon-nagyon messze van. De mondjuk a spell kritikál, az jól hangzik. Úgy érzem, azt tudnám hol használni. Na, meddig megy? 7 pici. Hol állunk? Meg 8,5. Alakul, alakul az a dolog. Jó. Itt fogunk állni, mert ha elérjük a 10-et, akkor nagyon jó. És úgy érzem, ezzel járok a legjobban. Mint lehetőség. Nem értük el a 10-et. Ami nem jó hír. Mindegy, lesz még egy lehetőségünk. Megvan. És legközelebb már 3-at gyűjtünk. Ritkábban és sokkal drágábban, de az a 3 az már olyan tétel. 30 IQ. Az nem lesz egy olcsó, de simán egy menetbe fölhúztuk a következő upgrade-ig. Jó, kell hozzá 3 taumaturgia is. Ez egyúttal mehet, mert befért. Kell, hogy nincsen manánk. 300 meg 400. Kezd kicsit szűkös lenni a mana keret. Az ennyi 7-800. És akkor az agility-t meghúzhatjuk. Jó. És ha jól emlékszem, akkor itt a varázslat az készen állt a fejlesztésre. 30 okosság. És akkor innentől kezdve sokkal több IQ-t kapunk. Lassan már a keret lesz a korlát. Mennyi a maximum belőle. Na, ide mi kell? Aptitude. Alakulgat. 12-re hogy állunk? Az nem nagyon. 12-t nem érjük el. Márpedig eléggé sokat elvesztünk, amíg várjuk az újravarázslást. Talán a 12 meg lesz, de nem sokkal. Hát a 15 az még messze van, úgy érzem. Aptitude következő megvan, még egy szint kell az aptitude-ból és az intellektből sok.
intellekt következő meg is vagyon. Alakul. Alakul ez a kis játék. Mondom, egy automata varázslás az nagyon segítene a szimpátiámon. Remélem valahol elérhető. Mert úgy vélem, hogy az nagyon hiányzik. Még akkor is, ha a mana visszanyerésünk se elég. Ami nem túl jó hír, hogy most abból hiányzunk. Mert meg lehetne ez, ha lenne taumaturgiánk. De nem volt. Hol leszünk a 15-re? Hát úgy érzem, nem a közelébe. 13-ig megyünk fel. Egyébként, ha lesz rá elég manánk, akkor nem reménytelen. De nem lesz rá elég manánk. És akkor így pazaroljuk egy picit. Jó. Ez fejlődött, igen. Tényleg a varázslatainkkal hogy állunk? Ez nagyon messze. No. Kérdés, hogy melyikre lesz. Elvileg el tudnánk érni, és az nyilván jó lenne. Plusz mana mindig jöhet. Azzal még rosszul senki nem járt. Több varázslat XP az szerintem mindig jöhet. Azzal rosszul még senki nem járt. És most megpróbáljuk ezt a 15-öt összehúzni. Kis küzdelemmel. Több mana az mindig jöhet. Abból sose lesz elég az egyszerűség kedvéért. 13-8. Jó. Meddig megy föl? 15-ig fölment, akkor azt húzom. Utána van nyilván az agility, de miután fölment 15-ig, így úgy érzem jogos, hogy az a következő lépés. Intellect. Van elég manánk, 20 spark. Na, az köszi. Az majdnem megvan, a 20 spark, csak nem. Csak nagyon nem. Ez ad még manát. Ami mindig jó. Hol állunk? Elég jól. 14-ig megy föl magától. Hát taumaturgia az nagyon nincs elég. 19 meg úgy érzem nem lesz meg, de ki tudja. 3 és felet húzunk. 16-5. Hát, az elég szűköske. Max van az. Az olyan, hogy nem fog hiányozni. Legyen ez. Ha nem csármokat a CD-jét csökkenti, beleértve ezt, ami azért hasznos. Azt hiszem. Ugye ez nem csárm. Azt hiszem nem. De ebben nem vagyok ennyire biztos, mintha valamelyik varázslatunk szintet lépett volna. A Spark megint... Mennyi Sparkot igényelne a Spark? 30. Ouch. Hogy úgy mondjam, az egy kicsit durva a 30. A 19-re is küszködünk. Erősen küszködünk. Meg a hozzátartozó 20-ra, 17-2, hát a 19 is nehezen lesz meg. Meddig megy föl? Na jó, pazaroljuk el ilyen értelemben, de akkor legalább ez fejlődik. És igen, a CD csökkent, ott 3/10 másodpercet megnyertünk. Ami nem nagy, de azért számít.
amikor jelentős költsége van minden másodpercnek. Csak persze nem kéne a manát kipazarolni. Nincs elég bevételünk. Jó, akkor fussunk erre a Sparkra. És legyen az az elsődleges. Knowledge-ot tudunk szedni. Mennyibe kerül? 480, ugye? Igen. Akkor spóroljunk rá, hogy az meglegyen mindig. 15 alakul. Jó, és most nem szabad elkölteni, ugye? Na, meddig megy fel? 17-8, nem olyan rossz az. Nem olyan reménytelen egy következő körre a 19. És utána akkor a 20 is egy kicsit később itt a második varázslat csomaggal. Ami felteszem azért hasznos, mert akkor lehet majd még egyszer ellőni ugyanezen varázslatokat. És két ilyen Spark varázslat... Ah, egyébként hülye vagyok, hát még átol meg, hogy egyszerre kettőt lőjek belőle. Semmi. Azon kívül, hogy megfelelően kell összerakni a varázslat listát. Ja. Most meg tudjuk tanulni ezt a varázslatot, ez mit ad nekem? Egy újabb akármit? Ezt nem tudom megtanulni, mert ehhez kéne Divination sok. Az pedig... Fogalmam sincs, hogy hol van a... annak a szintje. Na mindegy. Jó. És ha van 480-unk kétszer, akkor ebből sokkal-sokkal többet tudunk húzni. Jó. Hogy az csak egy alternat. Akkor valójában haszontalan. Azt hittem ennél hasznosabb. Azt hittem ennél hasznosabb. De talán összeszedjük arra, hogy a szintlépést kifizessük. Oké, 6-ot tudunk húzni, és akkor utána mennyibe kerül ez? 900. Az elég drága lesz, de akkor ezt a Crackle Castingot behúzzuk, ami ad kritikus esélyt, meg mi egyebet. De annyit azért szeretnék, hogy kétszer ellőhessük magunkat. Talán. Van a veneráció. Jó, később. Ó, ez alapbevételt ad a manából, vagy Sparkból. Hasznos, mondjuk 100-ba kerül, úgyhogy ez nem egy egyszerű menet lesz kigörcsölni. A duplával a 24-ig simán el tudunk menni. Casting level, az se fog ártani. Vagy nem megyünk el 20-ig, mert olyan drága valójában. Jó. Oké. Tudunk-e valamit tanulni? 20 manából, ez mit adna nekem egyébként? Conjure Spell Power. Például ez. De ehhez kell 20 bogyó.
És akkor legyen ez a 30, azzal azt is megvesszük. Ja, majd a CD-ről lehozva. Jó. Ahogy egyébként ezt Sparkból varázsoljuk el. Magát a varázslatot is. Ouch. Jó. És akkor ez lesz az egyik. Ez lesz a Spark. Loadout. És akkor lesz egy nem Sparkos loadoutunk. Eternal Age, Expand Magic. És akkor mondjuk itt lesz egy ilyen space gyűjtögető. Nem is tudom, nem is használtam még. Mert... az csak manát igényel, ugye? Igen. És akkor majd a piramis expansion. Valamikor valami. Legyen maximum mana. És ezt minden fogjuk folytatni legközelebb. Mára ennyi.